Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! A hazatérés 80 éves évfordulójára emlékeztek a Dombovári Székely hét keretein belül is. A programban egy kiállítás elevenítette meg a múlt történéseit. Az érdeklődők fantáziáját is segítségül hívta a népcsoport egyik neves mesemondója. Dombováron 71 fővel működik az a székelykör, amelybe tartoznak bukovinai és erdélyi székelyek egyaránt. Fontosnak tartják a hagyományok éltetését, a múlt eseményeinek ismeretét, ezért is elevenítették fel a Székely hét keretein belül azt az időszakot, amelyről az ősök nem szívesen beszéltek, mesélte a Dombóvári Székelykör elnöke. Idén 80 éve, hogy szüleink, nagyszüleink elindultak Bukovinából. Ez egy nagyon kerek évforduló, és úgy gondoltuk, hogy erre a megemlékezésre a legalkalmasabb egy kiállítás, egy ilyen értékes összefoglaló kiállítást rendezünk, vagy hívjunk meg, és nagy örömmel jött dr. Papp Árpád vajdaságból. Nagyon fontos ezt az évfordulót megülni, megemlékezni, mert sokunknak, szüleinknek, nekünk is sok fájdalom van benne, mert a családi történeteket azért a nehezen is, de megtudtuk, hogy mi hogyan történt, mert sokáig erről szüleink nem beszéltek, hogy milyen nehéz volt ott hagyni a szülőföldet, és gyakorlatilag egy nagyon rövid idő után, hát elindultak 41-ben, 44-ben már menekültek, és utána kerültek ide erre a környékre. Tehát ha csak belegondolom, hogy mostan észre az ember, hogy pár éven belül az mindent fölborítva, ott kellett hagyni, utána még egy helyre bekötni, utána onnan eljönni, szóval nagyon-nagyon nehéz lehetett nekik, de én úgy gondolom a hitük és az összetartozásuk megtartotta őket, úgyhogy mi erre nagyon büszkék vagyunk. A bukovinai székelyeket bemutató fotók és okiratok, melyek a művelődési ház falain elevenednek meg, a Bácskában végzett korabeli 1942 és 1943 közötti néprajzi gyűjtés eredményei, tudtuk meg a szabadkai múzeológustól. A bácskai tartózkodások időszakát dolgozta fel a Szabadkai Városi Múzeum, és gyakorlatilag a közös sors, közös múlt, közös sors és az ebből levonható tanulságok az az üzenet, amit a Városi Múzeum és a kiállítás rendezője, szervezője Dombóvárra hozott. Ennek a kiállításnak kétségtelenül az a hozadéka, hogy elgondolkodjunk azon, hogy az a 20. század közepi kegyetlen mostoha sors milyen tanúságokkal szolgál számunkra, és van egyáltalán tanúsága a jövendő nemzedékek számára. Volt egy helyi célja. Már Szabadka esetében a leplezetlen célja az volt, hogy a magyar történelemmel, magyar múlttal foglalkozzunk Szerbiában. Ez korán sem annyira egyértelmű, mint azt első látásra gondolnánk. Másrészt pedig az, hogy ebben a magyar történetben, ebben a regionális történelemben találjuk meg azokat a kapcsolódási pontokat, amik más etnikumokkal, vagy velünk azonos etnikumokkal és más etnikumok viszonyrendszerében értelmezik az időszakot. Ne felejtsük el, hogy a bukovinai székelyek sorsa, történelme az többszörösen előrevetítette és visszafelé is vetítette azt, ami történt úgy Bácskában, mint ugye később Baranyában és Tolnában is. A történelmi leírásokat bensőséges hangulatú képek egészítették ki, de mielőtt jobban szemügyre vehették volna az érdeklődők, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője méltatta a kiállítást. Nem csak a vajdasági vagy a bácskai magyarság történetéhez kapcsolódik, hanem gyakorlatilag az összmagyar történelemnek egy része, amit itt láthatnak. A bukovinai székelyekről beszélünk, akik tudjuk, hogy itt Dombováron nincsenek többségben nyilván, de azért Dombovár mai arculatához már ők is jelentősen hozzátartoznak. Zsabokorszky Ferenc hegedűjátéka varázsolta még ünnepélyesebbé a megnyitó hangulatát, aki a Petőfi program keretében Moldvában több csángó faluban tartott népzeneoktatást gyerekeknek.
A Mindegy szálig hazahozni őket címet viselő vándorkiállítás egyrészt a történelmi szálat követi végig, másrészt pedig magát a hangulatot próbálja meg elénk varázsolni. Azt a szellemiséget, azokat a hétköznapokat, amelyek nem csak a bukovinai székelyek, de egyúttal a bácskai magyarság hétköznapjai is. A bukovinai székelyek magyarországi visszatelepedésének 80. évfordulóját ünnepelték. Az esemény alkalmával állítottak kopjafát a Bonyhádi Székely Parkban Német Károlynak, aki szorgalmazója volt a népcsoport új hazába költözésének. Szentmise és búcsú volt kismányokon a templomban, és háladás címen színpadi produkció zajlott Bonyhádon, mely a vándorlás eseményeit dolgozta fel. Az ünnepség sorozat keretében az is elhangzott, a bukovinai székelység a magyarság tudatának és a magyar kultúrához való töretlen ragaszkodásának köszönheti, hogy túlélt minden nehézséget. A bukovinai székelység a Madéfalvi veszedelem után 1764-ben jött létre, amikor a megtorlások elől Erdélyből menekültek Moldvába, majd onnan Bukovinába. 1941-ben a magyar kormány hazatelepítette a bukovinai székelyeket. Emlékezett meg a történésekről Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki kiemelte, ma ez már történelem, hisz a népcsoport hazát talált magának Magyarországon, és őrzi ősei kultúráját. Éppen 80 esztendeje annak, hogy az akkori magyar kormányzat a bukovinai székelyeket hazatelepítette Magyarországra. Bukovinai székelyek soha nem adták fel a vallásukat, nem adták fel a nemzetiségüket, ragaszkodtak az identitásukhoz, és ezt a ragaszkodást ismerte el 1941-ben a magyar kormány azzal, hogy az egész népcsoportot visszatelepítették Magyarországra, elismerték a magyarságukat, elismerték azt, hogy több mint 150 év számkivetettség után is házat adtak nekik, földet adtak nekik, és minden egyéb módon segítették a letelepülésüket. Így mondhatjuk nyugodtan azt, hogy a bukovinai székelység újra hazára talált Magyarországon, és Magyarországnak hű állampolgárai, és hozzájárultunk ahhoz, hogy a 20. század második felében ezt az országot közösen építsük. Tudjuk azt, hogy a 41-es telepítés, ami a Bácskába történt meg, az nem volt végleges, hiszen onnan 44-ben menekülni kellett, viszont az is már Magyarország területén volt. Minden népcsoport számára, de a bukovinai székesség esetében különösen fontosak azok az évfordulók, melyek egyben tartják a népcsoportot. Ez az alkalom is ilyen, emelte ki Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója. A közösség erejét megérezhetjük, saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Ilyen ez a mai nap, illetve a holnapi nap, amikor arra emlékezünk, hogy 1941. május 10-e és június 15-e között közel 14 ezer embert, több mint 2000 családot telepítettek az akkor frissen felszabadult délvidékre, Bácska településeire, és hogy azóta is, a sok-sok viszontagság után azóta is össze tudunk tartani, tudunk találkozni, tudunk egymáson segíteni, és tudunk egymásról a kapcsolatainkat, a rokoni viszonyokat ápolni tudjuk. Ez azt gondolom, hogy még hosszú időre megtartja a bukovinai székelységet. Az áttelepítési folyamatnak a legfőbb szószólója volt Németh Kálmán. Az ő emlékére emelt kopjafát a népcsoport a Bonyhádi Székely Parkban. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke azt mondja, a fő feladat ma már azoknak az elemeknek a továbbadása, melyek jellemzik a népcsoportot, és amelyek összetartják a tagokat. Muszáj életbe tartani, és kell életbe tartani, különösen a mai világban azokat az értékeinket, kultúránkat, gyökereinket, mind ahogy mondtam, amelyekből úgy gondolom, hogy mindenképpen táplálkoznunk kell, és merítkeznünk kell, hiszen én mindig azt mondtam, hogy amit megélt egy idős ember, és ha én odafigyelek, és ebből tudok tapasztalatot levonni, akár pozitív, akár negatív, ha rossz, akkor nem kell megélnem, ha jó, akkor megerősít. Tehát ez a legfontosabb része talán a napnak is az, hogy ezekhez visszanyúljunk. Tehát azokat az értékeinket élő személyeken keresztül próbáljuk mintaként bemutatni, akikre úgy gondolom, hogy felnézhetünk, és a következő nemzetét is felnézhet. A nap további részében ünnepség keretében adták át a Sebestyén Ádám díjat, melyet ebben az esztendőben Fábián Éva érdemelt ki, aki számára ez a díj a hovatartozás megerősítését jelentette. A hovatartozásomat, az, hogy
talán ennyi év után megérdemeltem, vagy kiérdemeltem. Nagyon örülök neki, nagyon megtisztelő. És remélem, hogy Ádám bácsi integet a odaátról, és biztat minket, hogy folytassuk tovább. Ezt onnan kapom, ahova tartozom. Hiába költöztem el, meg táncházaztam 30 sok évig, és volt időszak, amikor nem tudtam annyit a bukovinai székelység között lenni, mint amennyit szerettem volna, de most úgy érzem, hogy hazatértem újra. Ugye fél lábbal nyugdíjba, mindenre több ideje van az embernek, és nagyon-nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy sokkal többet tudok meg én az enyém között lenni, mint hosszú évekkel ezelőtt. Az ünnepségsorozat részeként a kispányoki székely porta tőszomszédságában álló templomban került sor a hagyományos székely misére és búcsúra, majd ezt követően hálaadás címmel került sor arra az estre, mely a vándorlás stációit mutatta be, és amit Sebestyén István kakasdi mesemondó és énekes állított színpadra, melynek segítségével a nézők bepillantást kaphattak azokba az értékekbe, melyek a népcsoport kultúráját jellemzik. Egy olyan műsort szerettem volna összeállítani, ami egy keresztmetszete művészeti alapon, ugye, hogy Bukovinából ide kerültek Magyarországra. Tehát egy lakodalmas jelenettel fog kezdődni, és akkor utána egyszer csak megszólal a harang, és a harang szóra ugye kimentek a temetőbe elbúcsúzni a halottaktól, mert így kezdődött ugye otthagyni a halottakat, tehát nem volt egyszerű, többet nem látják, vagy nem tudnak kimenni a temetőbe. Bukovina! Sok mindent próbáltunk beleilleszteni, ugye annyi csak lehetett meg, ami elmaradt, ugye, azokat mind, de úgy gondolom, hogy olyan élményt nyújtottunk az emberek legalábbis a visszajelzések alapján, ami tényleg mindenkivel egyfajta maradandó, bízom benne, hogy maradandó élmény. Egy olyan fajta jó érzés, ugye az újra találkozás örömét, ami bízom benne, hogy erősíteni fogja azokat a picit a megzilált kapcsolatokat a csoportokon belül, ami a vírus okozott. És ez nagyon sokat jelentett mindenki számára, és én úgy gondolom, hogy ez még hozzá tudott egy olyan pluszt tenni, ami biztos, hogy egész évet, meg hosszú időkre ezt a fajta hiányt valamilyen szinten tudta pótolni és erősíteni. És hát ez a célunk, hogy azért ez ilyenfajta rendezvények mindenképpen a jövőben, amennyire lehetőség adódik, tovább folytassuk, hiszen szükség van az emberek, főleg idős emberek, azért szükség van az elzárság után az ilyenfajta kapcsolatokra. Az elmúlt években számos olyan kezdeményezés indult Tolnában, mely a bukovinai székelyek egyben tartását segítette. Ennek egyik fontos állomása a Székelyek háza létrehozása. A 320 négyzetméteres épületet a bátaszéki székelyek baráti köre, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az önkormányzat támogatásával, valamint mintegy 40 millió forint értékű önkéntes munkával hozta létre. A nagyteremben helyezték el a 14 stációból álló keresztutat, mely a székelyek történetét mutatja be. A madéfalvi veszedelem után menekültek székelyek előbb Csángóföldre, majd Bukovinába.
Ott 5 falut alapítottak. Ezek Isten segíts, Fogadj Isten, Hadik falva, József falva és András falva. A József falváról származók 80%-a Bátaszéken talált új otthonra 1945-ben. A bátaszéki székelyek baráti köre 1989-ben alakult, majd 10 év múlva közhasznú egyesületté lett, és célja a meglévő hagyományok megőrzése. Az elmúlt években számos olyan kezdeményezés indult Tolna megyében, mely a bukovinai székelyek egyben tartását segítette. Ennek egyik fontos állomása a Székelyek háza létrehozása. A 320 négyzetméteres épületet a bátaszéki székelyek baráti köre, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és az önkormányzat támogatásával, valamint mintegy 40 millió forint értékű önkéntes munkával hozta létre. A házról annyit kell tudni, hogy körülbelül másfél éve került a tulajdonunkba, és azóta egy erőltetett meneten keresztül sikerült felújítani, nagyon nagy összefogással és nagyon komoly segítséggel. Amiben most vagyunk, ez a három tájszoba, ez volt tulajdonképpen, ez volt a kiinduló pont, ettől hátrafelé egy romos tulajdonképpen semmi nem volt, úgyhogy ezt felújítottuk tájháznak, és a többi, ami hátrébb van, azt pedig úgy építettük hozzá. Amit itt bent találunk, minden felajánlás volt. Úgy gondoltuk, hogy még van a bátaszéki székelységnél olyan tárgy, amit szívesen odaadnak nekünk, és ez be is vált. Tehát amikor látták, hogy épül-szépül a ház, és a vége felé járunk, akkor jöttek maguktól az emberek, és hozták az adományaikat. A helyi székelyek évek óta készültek arra, hogy saját tájszobákban mutathassák be örökségüket, kincseiket. Körülbelül 10 éve gyűjtögetem, mert ahogy haláloztak el az idősek, akkor hozták hozzám a varottasokat, a terítőket, minden apróságot úgymond, és akkor én szépen kimostam, elraktam, gondoltam, jól tudjuk majd hasznosítani valahol, és most eljött az ideje, és akkor én is előkezdtem szedni, mondtam, hogy én vállalom a három helységnek a berendezését, és hát ahogy elterjedt a faluba, úgy egyre többen jelentkeztek, hogy nekik is van ez, nekik is van az, a rongypokróctól kezdve mindent úgy próbáltak, és én nagyon szívesen elfogadtam, mert olyan öröm volt, hogy na még egy szállat, még egyet lerakok, és akkor szép folyamatjába ment a dolog, úgyhogy be tudtuk rendezni a három helységet. Mi arra törekedtünk, hogy ne is legyen olyan, mint Bukovinában, mert a ház nem azt a funkciót tölti be. Mi a 45-ös évek után, ahogy ide jöttünk, vagy hát jöttek a nagyszüleink, szüleink, én azt a részét akartam ennek a háznak a berendezésébe visszatükrözni, hogy amit ők itt hagytak, és amit mi el tudtunk hozni a sok gyereken kívül, hogy aszerint próbáltuk berendezni ezt is. Ahogy én a nagymamámnál még Hidason lakott az anyai nagymamám, ők Isten segítségek voltak, és emlékeztem, hogy mondta, hogy ez a nagy ház az első szobára, és így volt berendezve a szobájuk. A Székelyek háza nagy termében helyezték el a 14 stációból álló keresztutat, mely a székelyek történetét mutatja be. A faragott fatáblák 1943-ban a székelyek vándorlása idején a Bácskában készültek. A táblaképeket megkapjuk most mi őrzésre, és úgy néz ki, hogy az elintéződött, a faura meg folyamatban van. Tehát ezt a józsefalvi székelyek faragták a táblaképeket, a faurát meg a Székely Albert faragta, az, hogy mondjam, egy szög nélkül, tehát csak fa van benne. Ha minden igaz, akkor ez a harmadik óra, mert egy órát azt faragott a Hortinak, amikor volt a 38-ban az eukarisztikus kongresszus, akkor hozták el a Horthy kormányzónak az órát. Egy van Besztercén, a minden igaz, és a harmadik itt van nálunk Bátaszéken. Szegedi Múzeumban el lett hozzá, hát az András bácsi sem többet tudna róla beszélni, a Péter András, mert ő újította föl, hát kosárba hozták el magyarul, akkor ő képeket nézett, és akkor úgy próbálta restaurálni. Hát ez sikerült is, hogy üzemképes állapotba hozta, de a tájházban sajnos, ugye milyen a látogató, hogy megfogja, megtapogatja, meghúzza a láncot, és most már nem tud annyira visszaállni, tehát hogy most nem megy az óra, mert valami
valamit nem tudnám megcsinálni rajta sajnos. A kép, ami az Érdi Múzeumban van, annak a replója van itt az első, a Tisza szobában, ahogy Ági mondta, amit a német Kálmán festett, és akkor annak a replója van itt, ami úgy értékesebb. A többit azt tényleg így a város lakói hordták össze, ami olyan volt, azt szögeltük, faragtuk, festettük, és akkor így állt össze ez az egész, hogy fővel lett minden újítva, tehát hogy szép legyen, tiszta legyen. Ebben a házban 80 év után találtak otthonra a székelyek, Bátaszéken. Kodály Zoltán az 1910-es években gyűjtött népzenét Bukovinában, de a székelyek tánckultúrájának részletes kutatására csak hazatelepítésük után került sor. A székelyek magukkal hozták népszokásaikat, hagyományaikat, népdalaikat, táncaikat. Ezeket az értékeket próbálják megőrizni, és a jövő nemzedékének továbbadni Bátaszéken. Mivel most már csak bukovinai székely leszármazottak, unokák, dédunokák, ükunokák születnek, az ősöknek állítanak emléket a bátaszéki székely néptáncosok. A legkisebbek a dédunokák csoportban tanulják a táncokat. Szoktunk tapsolgatni, meg énekelni, és táncolni. Nekem az, hogy apukám székely, meg körülbelül úgy tetszik nekem a hagyományok, meg tanulok népismeretet, és abban is tetszenek a hagyományok, meg ilyen, meg ami hogyan mostak, meg disznót vágtak, meg a papámnak van ilyen üstje, meg a mamám is székely, és a keresztapám is, mert ő volt a anyukájuk, szóval ez tetszik nekem a székelytáncba. A székelyek magukkal hozták népszokásaikat, hagyományaikat, népdalaikat, táncaikat. Ezeket az értékeket próbálják megőrizni, és a jövő nemzedékének továbbadni Bátaszéken. Én igazából sárközi származású vagyok, tehát én a sárközi táncokkal ismerkedtem meg először. Én 3 évesen már színpadon voltam és táncoltam. Aztán mindenfélébe belekóstoltam, a sváb táncon keresztül sok mindenbe. Aztán végül is a férjem révén kötöttem itt ki a székely tánccsoportba. Teljesen más mindegyik. De úgy gondolom, hogy én amilyen tánccsoportokban táncoltam, mindegyiknek a hagyományőrzés a célja. Tehát, hogy azt a régi tánchagyományt tanuljuk és örökítsük tovább, ami az öregektől, a régiektől van. Tehát ez mindegyikben egységes. Amúgy teljesen más táncok és dalok és énekek vannak mindegyikben. Ők a székely dédunokák csoport. Alapvetően táncolunk velük, de énekelünk is és mesét is mondunk. Próbáljuk a bukovinai hagyományoknak ezen részét átörökíteni a kicsiknek. A főzésekre is remélem, hogy fognak tudni jönni, mert van egy székely gasztrosorozatunk, amit most újraindítottunk, mert eddig nem volt hol megcsináljuk, így a pandémia miatt. Úgyhogy ez a 4 terület van igazából, ami a lényeg. Ma táncpróbánk van, úgyhogy ebből fogunk egy kis ízelítőt mutatni. 2 éve alakítottuk a kicsiknek a csoportját, viszont elég nagy kimaradás volt a vírus miatt, úgyhogy most egy jó fél éve van, hogy újra tudunk próbálni. 5 kisgyerekkel kezdtük, most pont ma összeszámoltam, 22-en vannak jelenleg. Ezt bármilyen korán el lehet kezdeni, meg kell találni a megfelelő feladatokat és táncokat, és nagyon jól lehet fejleszteni őket, ha már nagyon korán elkezdik a dolgot. Örülünk, hogyha a székely gyerekeket össze tudjuk vadászni még, de nyilván bárki jöhet, ővelük is próbáljuk egy kicsit megismertetni a székely dolgokat, hogy mégis mi ez a dolog, hogy kerültek ide az ősök, de igazából én sem vagyok székely származású, úgyhogy ez nem kizáró. Kodály Zoltán az 1910-es években gyűjtött népzenét Bukovinában, a székelyek tánckultúrájának részletes kutatására pedig csak hazatelepítésük után került sor. Tánckincsük a régi székely és az újabb magyar mellett a bukovinai környezetben átvett táncokat is tartalmazza. Yeah.
Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!